Ide jött egy úr, aki egy Mossad ügynök volt, aki elkapta az Eichmann-t. Hét Mossad ügynök volt, és az egyik volt a Peter C. Malkin, akivel megbarátkoztam, amikor adott egy beszédet Palm Springs, ahol laktunk, és megkértem, hogy jöjjön Magyarországra és elmesélni, hogy hogy kapta az Eichmann-t. És augusztus 28-án, 2002-ben ez is történt itt meg Magyarországon. És az alapítványt megalapítottuk, és belett jegyezve, mint egy kiemelt közhasznú alapítvány, és azóta is így működik, és aztán Amerikában is belett jegyezve. És csinálok nem csak a programokat Amerikában, ahol vagyok, meg még ahol csak elmegyek New Yorkba, hanem Izraelben is, ahol laktam. Szóval három országban igazából működünk, de nem csak a programok, hogy adunk mencs alapítványt, próbáljuk a fiatalságokat mindenfajta módszerrel, könyvkiadással, a holokasztról, hogy tudjanak. Mert sajnos én egy első generáció vagyok, és így születtem, és majdnem minden zsidó gyereknek, aki így született, elvesztett valakit. Én az apai nagyszüleimet vesztettem el Auschwitzba, és apai nővérét is húgát az apukámnak, meg 48-an más rokonokat is. De mások, akik már a harmadik generáció, mondjuk az én gyerekem, vagy mi talán, ha lenne unokám, azok már kevesebbet érdekelnek, hogy mi történt. Ez a holokauszt már majdnem a római birodalom. De ha még akik mi élünk, meg talán mások is beszélnek róla, és elmondják, hogy mi történt, kevesebb elfelejtés lesz. És pláne akkor, mikor találkozok olyan pistákkal, mint a dr. Körmendi Pista, aki holnap lesz 99 éves. És főleg azért hoztam ide a Pistát, hogyha valakit elájul, akkor majd elrendezi. Én nagyon örülök, hogy te egy meglepő vendégem vagy, és tudom, hogy itt van a kedves lányod, meg a vejed, aki szintén egy orvos, aki szintén életet tud hozni valakit itten. 99. Ez nagyon nehéz még egy ilyen 74 évesnek is elképzelni. Beszélj bele a mikrofonba. Még egy 99 évesnek is felézel képzelni, mert hát Stein a fizikailag, fizikálisan, hát vannak kívánnivalók, de azért még ennek kiabáljon. Ez kell, hogy fa legyen. Ja, fa legyen. Ez fa? Ez plastik. Ez nem jó. De ide lehet. Ja, ide lehet. Jó. Hát szóval ez még működik. Én napról napra vizsgáztatom, hogy még működik-e. Hát úgy tűnik, hogy meg tudom jegyezni a betegeknek a leleteit, új gyógyszereket, új vizsgáló eljárásokat. Na, mert ha ez ebben hiba csúszik, akkor abba kell hagyni. Most még megy. Hát ennyit magamról. Nem vagyok hozzászokva a mikrofonhoz. De most hozzá az első, hogy... De most hozzá kell szólni, csak ne nyerjed le. Igen. De közel kell tartani szádhoz. Igen. Ez jó főpróba lesz, mert 6 órára... Mondd el, hogy mi van 6 órára. 6 órára jelenésem van az Üllőúton, a volt Mária Terézia, aztán Kilián laktanya egyik kapujánál, ahol hát egy emléktáblát leplezünk le, hát amelyiknek én voltam mármint a tábla létesítésének a kezdeményezője, mert az utolsó városparancsnok, a felszabadulás előtti utolsó városparancsnok, az egy csodálatos ember volt, Csipkés Ernő címzetes
vezérőrnagy. Én csak a felszabadulás után tudtam meg, hogy ő több mint 100 embert megmentett. Ugyanis nekem kisgyerekkori kapcsolatom volt vele, az ő pia velem egykorú volt, ugyanabban a gimnáziumban jártunk. Minden napos vendégek voltunk egymásnál. Ilyen módon, hát egy merész elhatározással munkaszolgálatosként fölkerestem. Nem voltam egészen biztos, bár nagyon jó kapcsolatunk volt, de nem voltam egészen biztos, hogy a kísérletem, a próbálkozásom kimenetelében, ugyanis nagyon rossz tapasztalatom volt e téren másokkal. Lényeg az, hogy ő megtette azt, amit kértem, és tulajdonképpen 99,99%-os valószínűséggel ennek köszönhettem, hogy egyáltalán megúsztam, és hát túléltem ezeket az időket. Az volt a kérésem hozzá, hogy vezényeljen engem a Csengeri utcában üzemelt akkor egy kis magánkórház, Charité Poliklinika. Hát a fiatal generáció nem tud róla, persze, de én miután egyetemre zsidóként nem járhattam, ott Bódon volt a laboratóriumban betanított laboránsként dolgozni. És az volt a elképzelésem, hogyha ő engem oda vezényel, mert erre módja volt, és hogy akkor hát az én munkás századomból oda vezényel. Mert megtudtam, hogy napokon belül a századot elviszik valahova, deportálják nyugatra. Azt is megtudtuk, hogy addig elég tisztességesen viselkedő kiskatona keretlegények, ezeket leváltják csendőrökre. Hát ettől nem lehetett semmi jót várni. És miután a Csipkés tábornok megtette minden teketúrja nélkül, épírónőnek ott mutatta, hogy tegyen bele a papírt a gépbe, diktálta, és már kezemben volt 10 perc múlva a mondhatom életet mentő papír. Azt persze hozzá kell tennem, hogy mindössze 3-7 lapot adott nekem ez, ugyanis a klinikáról ugye kiki járt az ember, nézett körül, hogy mi van az utcán, és hát bizony este 8-10 óra tájban láttam, hogy a nyilasok a házakba járnak raziázni. Hát én azonnal tudtam, hogy ennek felesett répa, csak napok kérdése, és a klinikára is sor kerül. Na, én akkor onnan leléptem, mondom, 3 hét után, és háború után, a felszabadulás után jutott tudomásomra, hogy valóban 3 nap múlva jöttek a nyilasok, és nem tudom a számot, de nagyon sok embert, orvosokat, nővéreket, betegeket kivittek a Dunapartra, és hát tudjuk. És ennek a Csipkés tábornoknak az emlékére évek óta próbálkoztam, most végre sikerült tető alá hozni a dolgot, ugyanis minden fórum azon akadt föl, hogy miért maradt a Csipkés tábornok szolgálatban a nyilas uralom alatt. Hát ennek aztán dokumentumai keletkeztek, ennek az volt a háttere, ő ugyan nyugdíjatatni akarta magát, de az akkori zsidó tanács, mert volt egy ilyen szerv, amely összekötő volt a német hatalom és a zsidóság között. Nos, az volt a
kérése a zsidó tanács akkori elnökének, hogy ne menjen nyugdíjba, mert valószínűleg helyette egy véres nyilas kerül az ő székébe. És így maradt vissza. És ennek volt köszönhető, hogy egy csomó embert, 101 néhány embert, zsidó munkaszolgálatosok a utcán elkapták a nem zsidó ilyen dezertáló kis katonák, sőt, zsidó családok. Ott a laktanyában bújtatta őket, az alagsorban lévő cellákba, szalmazsákokat hozatott oda, és kaptak kosztot. Hát persze a cellák nem voltak bezárva, de mindenkinek a tudomására hozta, hogy szabadon elmehet, de ő nem ajánlja, mert hát pillanatilag itt hát menedéket kapnak. Hát röviden erről van. A mikrofon tett közelebb most. Igen. Van még egy másik dolog, amit szeretnék kérdezni, csak gyorsan, de mert tudom, hogy neked menned kell a táblaavatásra. Elmondtál nekem több sztorikat utolsó években, még a feleségeddel is egyszer tudtam találkozni, amikor itt voltam néhány évvel ezelőtt. Én sokáig aglegény voltam, és nekem nagyon tetszett, ahogy te a feleségedet felszedted. De ez hogy történt? Hát igen, ez egy különleges sztori. 1943. augusztusa. A Charité poliklinikán dolgoztam akkor, mint említettem az előbb, és amikor korai délután befejeződött a munka, akkor én elmentem, ez még akkor volt, amikor nem munkaszolgálatosként dolgoztam ott, hanem civilként még a munkaszolgálat előtt. Mert hiszen 43-ról volt szó. És akkor a Margit-szigeti sportuszodába jártam. Nekem az volt a szokásom, hogy egy órát úsztam, utána föl a napozóterasz, maximum fél óra, nem szerettem sokat napozni. És akkor zuhanyozás is haza. Igen, ám, de egy alkalommal oldalt fordulok. Ez majdnem 80 évvel ezelőtt történt. Hát, bizony. És oldalt fordulok a napozó pricsen, és megakad a szemem egy lányon, ketten egymás melletti pricsen, két fiatal lány, és aztán hát semmi több, és én 8 napon keresztül ugyanez történt, hogy én csak néztem. És hát nem igazán volt akkor szokás csak úgy meg is leszólítani egy lányt, és én sem voltam az a típus. 8. nap végén úgy mentem haza, hát ez reménytelen dolog, ebből nem lesz semmi. A 9. napon látom, hogy egy fiú ott beszélget velük, a két kislánynal, és hát látom a fiú, egyébként egy zsidó fiú, látom, hogy már elmegy onnan, utána sompordáltam a fiú után, és lekádereztem ezt a két lányt. És akkor megtudtam, hogy testvérek, két zsidó lány, stb. És megkértem a fiút, te csinálj már valamit, mutasd be. Ezen múlt, hogy az a fiú ott volt, ilyen az élet, hogy utána 73 évig tartott a kapcsolat. Mondhatnám 70... Nem a fiúval. Nem a fiúval. Persze sajnos nagyon tragikus események is közben játszottak. Az én Kláriumnak a húga, aki 44 végére már 16 éves lett, az édesanyjával Bergen-Belsenbe vitték, soha nem jöttek haza. Az édesapa az egy, megint a számomra egy különösen fájó epizód, ugyanis őt
Én vittem be a mi munkatáborunkba. Mi Budapestre kerültünk föl, vittek minket romokhoz, amikor bombázások után romelt takarítani kellett. És nagyon közel volt a Király utca egyik részén az ő csillagos házuk közelében, ez a Róma, ahol dolgoztunk. Na én akkor odaszaladtam, és azt mondtam a Klári édesapjának, hogy én nem tartom nagyon biztonságosnak azt, ha már egyáltalán biztonságban lehetett akkor beszélni. Nem tartottam biztonságosnak, hogy egy 49 éves ember valami okrán fogva nem hívták be, volt valami baj a gerincével. A lényeg az, hogy én féltettem, hogy egyszer nyilasok fogják elvinni. Felajánlottam azt, hogy el tudom intézni a századparancsnokkal, hogy egy kicsi pénzecskéért, mert ez úgy ment, beveszi a papát közénk. És ő hát ez meg is tette. Igen ám, de amikor megtudtam, hogy elviszik a századot, és csendőrök lesznek a őrök, és én mondtam neki, hogy én most innen lelépek, te is gyere. Azt mondta nekem, és ez volt az utolsó mondata, hogy a Jóisten majd megsegít, nem megyek sehova. Hát valahol Kőszeg határáig segítette meg a Jóisten, mert ott már nem bírt tovább menni, és hát aki kidőlt a sorba, az volt a megoldás, a csendőr beleeresztette egy sorozatot. Azért mondom, hogy ez a bizonyos idél, meg a 73 évünk, hát nagyon rányomta a bélyegét, mert én mind a mai napig rágom magam azon, hogy végül is én hoztam be a századba. Mi lehet nem tudni, hogy mi lett volna, ha otthon marad a csillagosságban. De hát ilyen az élet, szelavé. Hát nem egészen szélavé, sajnos hajszálokon múlt, hogy valaki életben marad, vagy nem. Pontosan. Ha egy erőszakos ember lettél van, akkor mondtad volna, azt csinálsz, amit én mondod neki, de te fiatal voltál, mint ő, nem mondtad, hogy, és nem adhatta volna neki egy pofon se. Szóval sajnos, szomorú, hogy egy rossz választás, és kész. Figyelj, te erről nem tudsz, de én gondoltam, hogy a Klári emlékére, meg a te 99. születésnapodra szeretnék adni neked egy ajándékot. Megválsz? Nem mész sehova? Megválok. Egyébként még ha szabad, azt hozzá kell tennem, hogy egész a múlt esztendőig, nem tudom, hogy idén már lesz alkalmam, de minden augusztusban, amióta Klári elment, minden augusztusban kiszoktam menni a szigetre, az uszoda mellé. Mikor először mentem, egy ottani alkalmazott megkérdezett, mert ott föl és alá sétáltam az előcsarnokba, hogy tetszik valamit keresni? Mondom, igen, az ifjúságomat. És hát nagyon röviden mondtam neki, hogy hát miről van szó. Én is keresem az ifjúságomat, mivel ma ki fogunk tüntetni egy másik Pistát. Szeretném, hogy ezt a szerény kitüntetést te is elfogadjad. Te tudsz olvasni angolul, jó? Úgy tudom. Olvasd el, légy szíves. Thank you for being what you are, Dr. Kornel István. Mensch for all seasons. Mikrofonba kell beszélni. Nem baj, nem kínoszlak. Igen. We thank you for your exemplary, the best of humanity. Thank you so much. This is very precious for me. Remélem, hogy a következő évben
a 100 évet is ünnepelném, és besonderen 20, akkor leszek én 94, who knows? Ezt kívánok. Neked is. Neked. És vigyázz ma a kitüntet, és átadom ezt Ervinnek. Jó, ez a biztonságosabb. És ezt is. És fel vagy szabadítva táblaavatásra. Köszönöm szépen. És örülök, hogy egy csipkés megmentett. És sajnálom, hogy apósod nem. Köszönöm szépen. Hogy eleinte megbeszéltük a vejével, Ervinnel, meg a lányával előtte, hogy angolosan fognak távozni, de hát én nem vagyok angol, most mit tudom angolosan távozni. Meg kell mondani, hogy mi a helyzet. A mai nap, azon kívül, hogy ki fogjuk tüntetni kedves Szabó Istvánt, fogunk játszani dalokat, amiket írt Rózsa Miklós és Zádor Jenő. Ezt lefordítom egy kicsit angolra. We are going to play music from Miklós Rózsa and Jenő or Eugene Zádor. És szerencsére a lánya a Zádor Jenőnek az ott ül. Peggy? Peggy nem beszél magyarul, Peggy does not speak Hungarian. But she speaks German because her parents actually spoke German together. Her mother was Austrian. Anyukája osztrák volt, és németül beszéltek otthon a szülők. De mielőtt menünk a zenébe, nagyon örülök Pista barátomnak, Szabó Istvánnak, hogy eljött erre az alkalomra. Nagyon nem akarta, hogy elfogadja a díjat. És én mondtam, én nagyon mérges leszek, és a mérges vagyok, az nem egy jó dolog neked se. Szóval meg kellett, hogy fenyegessem. Igazából nem így volt, de... Mielőtt följössz, Pista, van egy jó barátod, aki szintén egy barátom, Koltai Lajos, aki egy pár szót fog beszélni Pistáról. Lajos. Bocsánat, hogy így jött. Ja, nem megy ez. Akkor használod. Szóval próbáltam volna én is víz nélkül jönni, de nem mertem. Mert mostanában előfordult, hogy nem tudtam egyszer csak tovább beszélni. Nekem nagyon sok mindent kell mondani, nekem egy egészen különös kötődésem van Istvánhoz, ami már nem is magyarázható meg, mert ez egy ilyen családi, testvéri, olyan közeli viszony, amit úgyse nagyon hiszel senki, pedig ez van velünk. Azt szeretném mondani, hogy én gondolkoztam, hogy valaki föltette egy kérdést nekem, mert régen, hogy a magyaroknál, hogy van az, hogy olyan kreatívan gondolkodnak. Hogy valahogy jobban át tudnak látni teret, eseményeket, mint bárki más, vagy meg tudnak jegyezni egy hangulatot, amit más nem nagyon. És szerintem az István az pontosan ilyen, hogy nem csak arra képes, hogy, vagy azt próbáltam akkor válaszolni, hogy igen, hogy arra vagyunk képesek, hogy fölismerjünk egy helyzetet, egy körülöttünk, például ezt a délutánt, ezt is meg lehet jegyezni egyébként, pont úgy süt a nap, ahogy meg lehet jegyezni. És képesek vagyunk utána befogadni, esetleg transponálni egy másik dimenzióban, esetleg műfajilag megtalálni a helyét, esetleg írni hozzá egy történetet. Ez mind rettenetesen nagy kreatív képesség, és a végén lefordítani egy olyan nyelvre, amire mondjuk a legjobban értünk, mondjuk ez az István, hogy vizuálisan próbálja mindezt megfogalmazni, persze elképesztően megírt súlyos dialógusokkal. Ő az az ember, aki erre jó példa, hogy képes befogadni a világot,
képes átfogalmazni a világot, képes a saját maga által látott világot olyanra fogalmazni, ahogy ő látja, az ő irányából látja. Mert minden azon múlik, mint tudjuk, ezt már elég régen mind a ketten tanítjuk, hogy minden azon múlik, hogy honnan látjuk a világot. A szemszög, úgy hívjuk, ahonnan végignézzük a világot, és ahonnan pontosan elfogadjuk a saját helyünket benne. Mert ha attól kezdve onnan nézünk valamit, attól kezdve csak is kizárólag úgy érvényes, mert egy sajátos elme szerint gondolkodó embernek ez a végeredménye valaminek, amit közre tudunk adni. Mert ugye annak a folyamatnak, ami a kreativitás része, a közreadás is része. És az is egy nagyon nehéz dolog, hogyha már megfogalmaztam, megfelelő helyre megcsináltam, elmondtam a megfelelő mondatokat arról, amit gondolok, hogy fogom közreadni, és kiknek. Ez is a része, borzasztóan nehéz folyamat. Na most mi ezt csináljuk egy jó ideje, együtt is, és alig csináltuk külön, azt kell, hogy mondjam, olyan 40 évünk van, amire érdemes emlékezni, és ebben ismerítik a filmeket, elképesztő filmek vannak, ahol az István arról tett bizonyságot, velem együtt is, hogy hogyan kell ezt a világot látni. Azt próbálta egész életében, és most is, hogy találja meg az ember a helyét ebben a történelmi szélben, ami egyfolytában fúj, és egyfolytában csapkod, és egyfolytában máshova tesz minket, mint ahol éppen szeretnénk lenni. Hogy hogyan tud az ember mindennek az ellenére talpon maradni. Ez a lehető legnehezebb dolog. Az Istvánban még egy nagyon nagy kíváncsiság van, hogy lehet ilyenkor megszerezni azt a nagyon pici biztonságot, ami az embert beültet egy székbe legalább, átmenetileg. Hogy megvédje valami egyáltalán. Erre nem sok esélyünk van, de egy van, és ez a családunk. A saját családunk, ahova leginkább tudunk támaszkodni. Tele van a kérdés, tele vagyunk ezekkel a kérdésekkel, hogy amikor már megvan a mondat, megvan írva a mondat, hogy ez kinek irányul, hova irányul, és hol fog megütközni. Hol fog majd megtámaszkodni azon a felületen, amitől mi válaszokat várunk, illetve az István várja. Most az nagyon jó, hogy itt ül a Vera, mert nagyon szerettem volna. A Vera több mint 50 éve tudják megütköztetni egymással a világ kérdéseit. A Vera már az elejétől kezdve, az irodalomtól, miután nagy tudója, az irodalmi pillanattól, tehát forgatótól kezdve rögtön társa tud lenni, segíteni. Ez az egyik legnagyobb dolog és az egyik legnagyobb hiány, hogy az ember haza tud-e úgy menni, hogy ezt otthonnak hívhatja. Ahonnan meg tud merítkezni, akkor meg tud ütközni, valakivel meg tudja beszélni, és másnap reggel érdemes legyen fölkelni, visszamenni. Visszamenni reggel, az nagyon nagy, amikor az ember fölkel reggel, és arra vár, hogy mire tudok nézni a szobában, ha másról nem legalább arra, aki velem él, hogy ő lesz az, aki elindít egy új mondattal az utamon. Van egy filmünk, amit én nagyon-nagyon örülök, hogy van, a Mephistónal, Rérel ezredesen, és a Halüsszernel, és a Bizalmon kívül a Napfény Ízeol az István rettenetes nagyot vállalt, mert azt vállalta, hogy megpróbálta ezt a talponmaradás 100 éven keresztül bemutatni. Ott le van képezve tudom, ilyen jelenetünk, hogy van egy nappali szoba, van egy ebédlő, ahol a család összegyűlik, és pont arról szól az egész, hogy mit csinál velünk a történelem, hogy tépi le az asztalról azokat, akik éppen nem odavalók, vagy éppen elvitte őket a szél, vagy valakit visszahozott, vagy új embert hozott az asztalhoz. Egyfolytában úgy működik ez az asztal, mint egy nagy sziget. És ott mindig ugyanaz van, hogy ez a 100 év alatt onnan nagyon is cserélődnek az emberek, de közben, ami körülvesz minket, mert közben egy folyamatos romlás részesei vagyunk, egyfolytában egy minőségi romlás van, nagyon nagy gazdagsággal kezdődik, és nagyon jó ízléssel kezdődik a film, és a 100 év alatt azt látjuk, és ez egy rettenetesen fontos üzenet, hogy hogyan pusztul el minden, hogyan vesztél minden a jelentőségét, a minőségét, holott még akkor olyan képek vesznek körül, és nem véletlenül csináltuk olyanra azt a szobát, hogy ott érdemes legyen körülnézni, körülbelül ugyanolyan a helyzet, hogy van mire ránézni. Néha csak egy kép a falon,
ez nem biztos, hogy a család képe, vagy nem biztos, hogy a papa képe, pedig az ott van, sokszor arra kellett nézni ebben a filmben. De sokszor csak arra jó, hogy be van valami keretezve, és úgy van bekeretezve, ahogy kell, mert minden arról a szépségről szól, amit azzal a képpel majd magunknak bizonyos nagyon-nagyon szomorú reggeleken üzenni akarunk, hogy érdemes legyen elindulni és fölkelni újra. Megpróbálom így emlékezni, hogy a mi viszonyunk, hát erről is kell beszélni, a mi viszonyunk az nagyon régi, most már több mint 40 év, és egyfolytában próbáltunk persze én a Pista mögött üzenni a világnak. Ezt tettük állandóan, és szerintem ez egy iszonyatosan nagy dolog, hogy fáradhatatlanul minden filmjében azt próbálta megfogalmazni, hogy tényleg hogyan tud az ember itt egyáltalán lenni, hogyan tud tovább lépni, kitől várhat segítséget, hogyan jön meg az a biztonság, amire egész életünkben vágytunk. Rettenetes, fontos dolgot csinál az István, iszonyat fontos, nagyon jó volt partnernek lenni. Hozzá kell tennem, hogy ráadásul minket még egy másfajta viszony vezényel, minket a biztonságunk kívül az egymásba vetett hit. Ez nagyon-nagyon ritka. Ma már úgy forgatnak a gyerekek, az én tanítványom is, hogy mindenki ott áll a videó előtt, a képernyőre, és ott várja, hogy valami megszülessen, aminek ő egyáltalán nem a részese egyébként. Mindig azt hiszi, hogy meglepetés fogja ott érni, pedig ő nem hozott létre belőle semmit. Mi meg azt hoztuk mindig létre, és nem azt mondja, hogy a képernyő nem volt, ami életünkben nem volt. Mi úgy dolgoztunk, hogy bementünk reggel, és mind a ketten tudtuk, hogy mi a dolgunk, és reggel csak annyit mondtunk egymásnak, mind a ketten, szóval tudod, hogy mi a dolgod ma reggel. És az István is pontosan tudta, és én is, hogy nekem is, akkor elmentem, és csináltam a dolgomat, és aztán összetalálkoztunk, és az anyagot, az csak kész formában láttuk, vetítve, amit musternek hívnak, és addig csak és kizárólag az egymába vetett bizalom dolgozott. István tudta, hogy amit mi megbeszéltünk, az ott lesz, talán lesz még valami meglepetés is. Ez így volt minden áldott napunkban. És így dolgoztunk. Ez ma nem létezik. Nemhogy nem bíznak egymásban, hanem sokszor fogalmuk sincs, hogy mit csinálnak. Mi nagyon erősen építettük föl előre azt, mert az volt a mániánk, hogy a házi feladatot otthon kell elvégezni. Ez nem mindig hangzik jó, meg nem mindenkinek, de ez így van. És ha elvégeztük, akkor sokkal egyszerűbb ott a helyszínen lenni. Szóval elmondanék egy történetet, amit itt sokszor elmondtam már mindenhol, hogy az Istvánnal kapcsolatban is, ez mindannyiunkra jellemző, hogy volt egy iskola Amerikában, New Yorkban, egy színésziskola, Lee Strasbergnek hívták, ahova visszajárt mindenki, ő már nincs, de oda visszajárt mindenki ebbe az iskolába, a Paul Newman-től a Meryl Streepig, visszamentek edzésre. Mert a lelket és a képességeket egyfolytában edzeni kell. Nem megy másképp. És ott van egy gyakorlat, ami szerintem mind a kettőnk legszebb példája, hogy egy embernek a Hamlet monológiát kell mondania hibátlanul. És mindenki másnak, aki ott van, az a dolga, hogy ebben megakadályozza. Minden erről szól. Tehát kitépik alól a szönyeget, félrelőkik, mindenki csinál valamit, hogy ne tudja elmondani. És annak az embernek az a dolga, hogy a Hamlet monológiát mondja hibátlanul. Az István még mindig ezt csinálja. Pedig a szél nem mindig úgy folyik, hogy szeretnénk, a körülmények mindig rosszak, de ő mondja a Hamlet monológiát. Jó Isten értesse. Mivel angol irodalom tanárnak tanultam, tehát illik nekem ezt jól tudni. Különben akik nem tudják, Lajos is ki lett tüntetve néhány évvel ezelőtt. És az az üzenet, amiről beszél a Lajos, amit a Pista lead a filmeibe, a Lajos ugyanúgy leadja, és ezekben, hogy társak, élettársak, és hogy ennek van ez az alkalom, hogy azért az emberiség, ami benned van a szívedbe, meg a Pistába, hogy ezt meg tudom most itten kitüntetni. Nem, én nem vagyok egy expert, hogy milyen jó film volt ez vagy az, de az az üzenet,
az a lelkiesség, amit te is, meg a Pista beletett, az nagyon fontos, és köszönöm, hogy eljöttél most is. Köszönöm. Mi köszönjük. Mi, én köszönöm, hogy itt lehet. Mielőtt még odaadom a kitüntetést, egy másik barátom, aki egy filmrendező szintén, és együtt dolgozik velem, Szenes Hanna emlékére is, szeretne egy pár szót mondani. Dénes Gábor, fölkérem a mikrofonhoz. Köszönöm szépen. Én a néző vagyok. Szabó Istvánnal egy gyárba dolgoztunk, de nem volt közünk egymáshoz. Soha nem beszélgettünk, soha nem ültünk le egy asztalhoz. De elmondani két történetet. 1971, amikor felvételiztem a Színház és Filmművészeti Főiskolára. Az első rostán volt egy olyan beszélgetés, illetve pontosabban írni kellett, aztán volt egy kérdés, hogy soroljon föl három kedvenc filmet. És én beírtam, hogy Álmodozásokora, Apa, szerelmes film. És mondták, hogy majd be kell menni beszélgetni. Nyílt az ajtó, behívtak, és ott ült két ember egy asztalnál, az egyiket úgy hívták, hogy Horváth Ádám, a másikat úgy, hogy Szabó István. Hát el lehet képzelni, én égtem, mint a rejszták, hogy nektek azt fogják hinni, hogy én ezt azért írtam be. Hál' Isten, egy nagyon érdekes és jó beszélgetés volt, és hál' Isten tovább jutottam. Aztán teltek az évek, én Németországban végeztem a főiskolát, és amikor hazajöttem a filmgyárba, akkor a filmgyár vezetői azt kérték, hogy csináljak a filmgyárról egy filmet. Jó. Előtte 6 évig voltam segédoperatőr, hát valamennyire ismerem. És ennek volt egy része, Szabó István akkor forgatta a Rild ezredes című filmjét a műterembe. És akkor azt találtuk ki, hogy hát egy ilyen verket csinálunk a forgatás közben. Valahogy elintéztük, engedélyt kaptunk, és ahol a lámpák vannak a díszletek fölött, a kamerával oda feltelepettünk Baranyai László operatőrrel, aki ma Ausztrália egyik legjobb operatőre. És akkor elindult a munka, és a következő derült ki nekem. Szabó István létrehozott egy hipnotikus teret. Nem tudom, hogy csinálta, de tulajdonképpen varázsolt. Elvarázsolta a stábot. Egy filmforgatásnál ott általában az emberek egy kicsit hektikusak, sokat beszélnek, és itt abszolút csend volt. Mindenki figyelte a másikat, és mindenki fegyelmezetten figyelte a rendezőt. Mindenkit elvarázsolt. Emlékszem, hogy a Brandaerrel egész halkan, egészen diszkréten 2-3 mondatot mondott, valami instrukciót. Koltai Lajos mondta, hogy ő még oda betenne valami derítést, de nagyon halkan, nagyon-nagyon-nagyon szerényen. És az volt az érdekes, hogy ez a hipnotikus tér, ez a varázslás, ez nem csak lent hatott, hanem fölfele is ment. Mi is ott Baranyai Laci kollégámmal el lettünk varázsolva. Azt hiszem, nagyon kevés olyan film van, vagy filmrendező pontosabban, aki meg tudja csinálni azt, hogy az a film, amit látok, az az enyém. Olyan, mintha én csináltam volna, mintha én találtam volna ki, az én érzéseim vannak benne. És Szabó István ezt tudta. Az Álmodozásokkora, az Apa, a szerelmes film, a Tűzoltó utca 25, a Budapesti mesék, és még sorolhatnám, mind arról szólt, hogy akikkel én beszélgettem, mindenki úgy érezte, hogy ez az ő filmje, benne van, az ő élete van benne, az ő története van benne. És aztán gondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen mi az, amit ő plusz tud, hogy a film az az enyém, hozzám tartozik. Hogy nem felejtem el, hogy ott van a polcon. És akkor rájöttem arra, hogy
ő az egyetlen, aki azokat a traumákat, amit itt mindenki átélt, így vagy úgy, azt ő meg tudja mutatni, hogy ez nem csak az én történetem, ez mások története is. És ez a közös történetünk. És ha valaki ma azt mondaná, hogy írjak le 3 kedvenc filmet, akkor biztos vagyok benne, hogy legalább 1 vagy 2 Szabó István film lenne. Köszönöm szépen. Nem is tudtam, hogy ilyen idős voltam már 71-ben. István, kérek szépen, gyere föl a pódiumra. Most én vagyok itt a rendező, Zákson. Szervusz. Olvasd te el ezt. Ó, hát ahhoz jobb szembe kell. Elolvasom én, jó? We thank you for being yourself. Oh, I am not sure. Elolvasom. We thank you for being what you are, Szabó István, mensch for all seasons. You exemplify the best of humanity. Köszönöm szépen, én ezt a kifejezést, egy mencs, ezt én ismerem gyerekkoromból, a nagymamámtól, aki nagyon-nagyon ritkán, nagyon kevés emberre azt mondta, hogy er ist ein Mensch. Aztán volt több alkalom, amikor azt mondta valakire, hogy kein Mensch. Nem ember. Ezt többször elmondta. Én magam úgy vagyok ezzel, hogy azt a fajta értékrendet, amiről a nagymamám azt mondta, hogy er ist ein Mensch, azt talán 3 emberre tudom mondani, azok közül, akiket ismertem. Az egyik 2 ember egy házas pár. Pékek voltak a 8. kerületben, akik akik 1944-ben úgy gondolták, hogy a pékségük kemencéje fölé a padlásra kell építeniük egy rejtekhelyet a barátaik és a zsidó rokonaik számára. Mert olyan világ jön. Ezt megtették. Így aztán a nyilas uralomtól kezdve úgy számolunk, hogy 15 ember volt fönn a padláson. Éjszaka a férj vitte fel az ennivalót, és vitte le az ürüléket, elnézést minden áldott nap. És így ez a 15 ember túlélte ezt a szörnyű időszakot. Fischer Irén, Gyürei Géza. A 3. ember Ulrich Viktor, ezredes, nyugdíjas ezredes, akit amikor Tatabánya és Bányavidéke hadipar lett, akkor visszahívták a nyugdíjból, és ő lett ennek a hadipari központnak a katonai parancsnoka. Mindenkit, aki
a Bányavidék zsidó származású dolgozója volt, és behívták munkaszolgálatra. Azokat nyílt parancsal visszarendelte a bányairodába, és ott dolgoztatta a háború végéig, és az is előfordult, hogy a családtagjaikat a komáromi gyűjtőtáborból, ahova Auschwitzba mentek a vonatok, onnan nyílt parancsal, csendőri kísérettel visszahozatta. Őt aztán kitelepítették. Szóval ez a három ember, akiről azt tudom mondani, hogy Divan Menschen. Szóval, hogy ők emberek voltak. Mi túlélők vagyunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm nagyon szépen, és örülök, hogy itt vagy. Gratulálok. Mielőtt elkezdjük a zenét, before we start the musical portion of the program, I have dedicated this program, én dedikáltam ezt a programot az ukrán népnek és az ukrán menekülteknek, amiből most azt hiszem tegnap 12 ezer érkezett. I've dedicated this program to the people of Ukraine and especially to the refugees that are here in Hungary as well. Yesterday 12,000 arrived. Én is menekült voltam 8 éves koromban, és tudom, mi az, hogy menekültnek lenni. Körmendi Istvánnak a lánya most Bécsben lakik, és mikor én Bécsben voltam, menekült a szüleimmel, voltunk a villamoson, és nyilvános volt, hogy mi menekültek vagyunk, lehet, hogy az öltözetünkből. Bár mi elég jól öltöztünk, édesapám mérnök volt, de úgy látszik, valami mégsem volt kosher. Egy néni bedugott pénzt a zsebembe, és lelógott a villamosra, hogy ne kelljen elfogadni a köszönetet. Anyukám nagyon sírt. Részben meg voltunk alázva, hogy menekültek vagyunk, de másik részből nagyon örültük, hogy ilyen emberek léteztek itt az Ausztriában. Szóval menekültnek lenni is not... I'll switch to English. I was saying to the audience in Hungarian, Peggy and Skyler, when I was a refugee in 1956 in Vienna, a lady on the streetcar put some money in my pocket. They could see that I was a refugee, and she left the streetcar, the Straßenbahn, real fast so that we wouldn't have to thank her. And my mother cried vehemently, and we were humiliated to be refugees at the same time, very glad that people like this existed. Az én feleségemnek a anyukája, családja kieviek. És most belépett egy kievi család, aki nem régen jöttek Magyarországra, fél feleség, három gyerek, 10, 8, 6 éves. Vitali, do you understand the Hungarian? Egy kicsit ért a Vitali magyarul, mert 98-ba, 26 évvel ezelőtt a CEU-ba tanult. I was just introducing you that like myself and like your 8-year-old son, I was a refugee and that we have dedicated this program to the Ukrainian people and to you who are now struggling to find out where you're going to go. Most azon van a hangsúly, mert beszélgettünk egy pár nappal ezelőtt, hova mennek? Mit választanak? Hollandia? USA? Kanada?
Még Izraelről is szó volt, mert úgy néz ki, hogy a feleségének valami nagypapa valahol, valami zsidóság is volt. Szóval most már az Izrael is be lett hozva a pakliba. Én mondtam, hogy menjetek messzire, menjetek Új-Zélandbe. Ott csak bárányok vannak, hogy szép zöld, mindenki kedves. De most ezt pont mondom itt egy barátomnak, aki Ausztráliába menekült a 80-as években. Vitali, how do you feel? Do you want to come up and say a few words? Come on up. Adjunk egy nagy tapsot Vitalinak. Nem tudom kiejteni a családi nevét, azért nem mondom. I have not said your family name because I cannot pronounce it. So you have to introduce your last name as well. Vrastuti. Just a couple of words. It's a touching story from the past life of Steven. I cannot speak Hungarian, so you can translate. Ah, okay. Yeah, so we fled from war together with family. We fled from the war in February 24 when Russians started bombing Kyiv and Ukrainian suburbs, Kyiv suburbs. And our building is located near Irpin. It's like 8 kilometers from Irpin. So I was very, I was expecting that something bad happened. And a day before, it was February 23, I said to my wife, please get together your bags and packs, etc. And tomorrow we'll probably go away from here. And she asked me, how can it come? Kids need to go to school. I need to go for work, and all kids were sick. They had high temperature because it was winter and they got cold. So coughing. The younger one, 5 years old, was coughing, and the girl also had a temperature. So she didn't want to go anywhere because the problem can be aggravated. So, but I was persistent and I insisted on her getting all the packs till midnight. It was February 23. And next morning we heard something like draft of the wind, because regularly we keep our balcony doors open, and we thought that it was kind of draft, but it was sound of shells, you know, of bombs. It was somewhere far away, maybe a left bank of Kyiv. So it came out that we woke up very fast, and we said, children, to pack up, you know, to take all the belongings we had, main belongings, because we didn't take so many things as some Ukrainians later did. And I had my car in the parking lot nearby, so I ran down very fast, and we noticed a lot of people got together and also came out of the buildings, you know, with children. Some people left. So we got we packed up, maybe got ready for 15 to 20 minutes, even didn't eat anything. And then I noticed that it was called for my sister. My sister still lives in Kharkiv, and she I called her, and she said that Russian planes started bombing Chuguyev, which is very close to Kharkiv. And but she calmed me down. She said, they are just bombing military facilities, not civilians. I said, okay. And then I came to know that Kyiv, some suburbs of Kyiv also started the fight in Gostomel. So we got together and we drove to Western Ukraine.
And I spent a couple of nights in the car. So we, my wife has a mother. Her mother lives in Khmelnytsky region, Western Ukraine. We came there by the evening, and there were long lines in gas stations at that time. My wife wanted to stay at my mother-in-law home. But I said, no, we need to go further because the events were unfolding very, very tremendously fast, you know, because Russians already came to occupy Kherson and came close to Kyiv. So who knew that, you know, I would wake up next morning, you know, in occupation region, etc. So we decided to go forward to Carpathia region, across the border, and we came here February 27. I used to learn. That's my birthday. That was very good, February 27. Okay, so I marked this. So February 27, we came here, and I'm here because I'm Diakorek Vadyok, Tanul Tam Kyozepero Paedi Temen. Ezer Kilen Sas Kilen Sven Njolts Tanultam It Környezep Vedelmi Soros Alapitvány. And I know I lived in Budapest 1 year or even more, and I love this city, and I have some friends here, so some Diak Regek as well, and so we lived in Közép Európai Egyetemen Konferencia Központ. So we are still here, and we hope to come back, but I'm not sure. Your English is much better than my Russian. And I think you will do very well in New Zealand, or even in Brooklyn, whichever you choose. And I hope your family will get through the struggle, ski star soon, and you'll find a place to choose. До свидания. I don't know how to say it in Ukrainian. До побачення. Ah, до побачення. Okay. Seid gesund. You know seid gesund? Yeah. Genau. Genau. Thank you. Thank you. I'd like to thank Stephen, and I'd like to thank Hungarian people, my friends, who are helping us on the way, and it's, you know, I appreciate their help. A lot of volunteers, you know, you feel yourself not abandoned, you feel yourself, you know, like in a family. Thank you very much to everybody who's, you know, who supports us and my family, and it's a great help. Thank you. Sometimes there are more mentions than one thinks about. So thank you for thanking us, and everything will be okay. New Zealand or Brooklyn? Brooklyn. If it's Brooklyn, you have to be real tough, you know. Okay. I am. Bye. Zádor Jenő és Rózsa Miklós is menekültek voltak a 30-as években. Rózsa először ment Angliába, Zádor először ment Ausztriába, megismerkedett a jövendő feleségével. Rózsa Miklós and Eugene Zádor were also refugees. Rózsa went to England first, then to America. Zádor went to Austria, he picked up a wife, and then ended up in America, and in Los Angeles. Szeretnék most először is, még van egy másik jó barátom, aki fog beszélni, aki Los Angeles-i konzul generál volt, és nagyon sok kulturális dolgot csinált Zádorral ottan, de előbb játszunk valamit a Zádor Jenőről. Let's play something from Zádor.